A Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé nevezte ki Szocska Ábelt Ferenc pápa április 7-én. Szocska Ábel 2015-től apostoli kormányzóként vezeti az egyházmegyét, most meg itt van nálunk a stúdióban, kinevezett megyés püspök, most már így is mondhatom. Jó napot kívánok, köszönöm. Szép jó napot kívánom, köszöntöm őt szeretettel. Elsőként az lenne a kérdésem, hogy tudott-e róla, számított-e erre a kinevezésre? Inkább úgy mondanám, hogy nem készültem rá. Amikor a kormányzói kinevezést kaptam, akkor azt a feladatot bízta rám a Szentatya, hogy az egyházmegyét addig, ameddig egy megyés püspököt ki nem neveznek, addig lelkiismeretesen vezessem is. Én ezt így próbáltam végezni ezt a feladatot, egészen addig, amíg én is az értesítést meg nem kaptam arról, hogy a Szentatya engem nevezett ki püspöknek a Nyíregyházi Egyházmegye élére. Ha jól tudom, akkor ez egy teljesen új pozíció, tehát nem olyan, hogy hogy valakinek a helyére jött, hanem ez egy abszolút új pozíció, és így került ő ön ide. Igen, mert a Nyíregyházi Egyházmegye is még egy új egyházmegye, mint ahogyan azt ön fel is konferált, hogy 2015-ben alapította meg a Nyíregyházi Egyházmegyét Ferenc pápa, akkor lettem én is kinevezve apostoli kormányzónak, és ennek az új egyházmegyének ezzel a kinevezéssel én leszek az első püspöke. Miért volt szükség anno erre az új egyházmegyére? Megvan a folyamata annak, amikor egy egyházmegyét alapítanak, hogy hogyan válik abból egy teljes jogú egyházmegyévé. Van, amikor exarchátust létesítenek, van, amikor az egyházmegyét kinevezik. Az exarchátus egyfajta előszobája a püspöki az egyházmegyének, de még nem rendelkezik teljes egyházmegyei ranggal. Ez úgy tudnám inkább megfogalmazni, hogy apostoli kormányzóként nem láttam el teljes egészében püspöki feladatot, de mégis püspöki feladat volt rám bízva. Egy exarchátus az nem lát el egy teljes egyházmegyei feladatot, de mégis egyházmegyei tevékenység is folyik a területén. Egy kicsit arra kérem, hogy avasson be, hogy hogyan néz ki a szerkezete ugye a görögkatolikus egyháznak. Hát ha jól tudom, akkor inkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve Hajdú-Bihar megyében vannak erős pozíciói. Igen, azt mondanám, hogy ebben a régióban, de a szerkezeteit azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy országosan görögkatolikus metropólia fedi le a görögkatolikus egyházat, és a görögkatolikus metropólián belül három egyházmegye. Hajdúdorogon a főegyházmegye, itt Nyíregyházán a Nyíregyházi Egyházmegye, és Miskolcon a Miskolci Egyházmegye. Hogyan foglal el helyet, illetve hol foglal helyet az egyházmegyék sorában a Nyíregyházi? A Nyíregyházi Egyházmegye területileg egyik legkisebb egyházmegye, de viszont a görögkatolikus egyházon belül a híveknek a létszámát, az intézményeinknek a számát, a templomainknak a számát, a híveinknek a számát tekintve a legnagyobb egyházmegye. Jelent ez? Hát gondolom csak jelent előrelépést, hogy akkor most már van megyés püspök. Mindenféleképpen, hiszen a megyés püspökkel válik teljessé egy egyházmegyének a felállítása, és bármennyire is én apostoli kormányzóként a Szentatyától különböző kiváltságokat kaptam, hogy az én feladatomat a lehető legjobban tudjam ellátni, de mégis az egyházmegye arra várt, hogy minél előbb püspöke legyen, mert azzal válik teljessé egy egyházmegye, hogyha az élén egy püspök kormányozza a rábízott egyházmegyét. Hogyan értékeli, hogy kinevezték? Mindenféleképpen ez egy nagy megtiszteltetés. És inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ennek két oldala van. Van egy gyakorlati oldala, amelyet folytatnom kell. Apostoli kormányzóként irányítottam az egyházmegyét, és gyakorlatilag ezt kell folytatnom tovább. Ezeket az intézményeket, ezeket az egyházközségeket kell tudásom és a papjaimmal közösen a hívekkel a lehető legjobban működtetni és az egyházat szolgálni. Ez a gyakorlati oldala. Van ennek egy lelki oldala számunkra, keresztények számára, mert püspökké lenni azt jelenti, hogy Jézus tanítványainak a közösségébe az apostolok közé tartozni. Úgy is szokták nevezni, hogy apostol utód egy püspök, és ez viszont egy keresztény ember számára egy különleges isteni kegyelem, hogy így fogalmazzak, mert az egyház történelmében a püspököknek a szerepe az mindig egy picit felelősségteljesebb volt.
A Szentírásban ezt úgy írják, hogy akire sokat bíznak, attól sokat várnak is el, tehát a felelőssége is nagy egy püspöknek, de ugyanakkor a lelki megtiszteltetés is nagyon nagy, hogy Jóisten arra méltat valakit, hogy egy egyházmegye élen püspökként végezhesse ezt a szolgálatot. Úgyhogy ilyen két oldala van. Van egy lelki, amely nagyon megtisztelő, és van egy gyakorlati, amely a rám bízott feladatoknak a végzése. Hogyan lehet közvetlen kapcsolatot teremteni a hívőkkel, illetve hát gondolom azért a görögkatolikus egyháznak és mind minden egyháznak azért az fő célkitűzése, hogy minél több hívőt tudjon a berkeiben. Igen. Úgy látom, hogy napjainkban egy picit változik az egyházi szerkezetnek a felépítése. Korábban egy templom köré csoportosultak a híveinknek a többsége, és gyakorlatilag a papnak a paplakból a parókiáról ki sem kellett mozdulni, mert a hívek látogatták a templomot, megkeresték az adott egyházközség lelkipásztorát. Napjainkban ez egy picit változik. Talán a papjainknak nekem is aktívabban be kell kapcsolódnunk a mindennapi élet dolgaiba, és úgy látom, hogy a templomaink mellett az intézmények, oktatási intézmények, szociális intézmények, ezek mind olyan lehetőségek, amelyek kapcsolatteremtésre adnak lehetőséget, hogy azokkal az emberekkel, akikkel már nem találkozunk a templomban, vagy azokkal a fiatalokkal, akikkel nem találkozunk a közösségi termékben, azokkal tudunk találkozni egy-egy intézményen keresztül, és így próbáljuk a ránk bízott feladatot továbbadni, és ápolni az ő életükben is a keresztény neveltetést. Egy kinevezés alkalmával azért mindenképpen meg kell kérdeznem a terveket is. Terveket? Az a Jóistennek a titka. Természetesen, mint minden felelősség tisztséggel felruházott ember, én is azt szeretném, hogy ha majd egy pár év múlva ismét leülünk, mint nyugdíjas műsorvezető és nyugdíjas püspök, akkor arról tudjak beszámolni, hogy a rám bízott feladatot azt lelkiismeretesen is szépen végezhettem, és eredményekről tudunk majd beszámolni. Az egyházunknak megvan a felépített szerkezetem. Ezen belül kell megvalósítanunk azt, ami a tőlünk telhető legjobb. Én a hangsúlyt arra fektetném, hogy az én elsődleges feladatom az elsősorban az, hogy a hívekben a lelki életet ápolni. Az emberekkel a kapcsolatot a lelki oldaláról megközelíteni, és ebben segíteni őket. Mert ha egy családban, ha egy közösségben az embernek a lelki békéje, ha a lelki élete rendben van, akkor az intézményes forma is fog működni. Márpedig manapság akkor úgy tűnik, hogy ehhez azért tényleg van kihívás, mondhatnánk azt. Igen, meg erre minden időben szükség volt. Lehet, hogy a technika változik, és lehet, hogy 100 évvel ezelőtt még nem képernyők előtt hirdette egy püspök a rábízott feladatot, de az alapvető emberi tulajdonságok azok megmaradtak. Azok a lelki erények, vagy azok a lelki nehézségek, amelyek mindannyiunkat körbevesznek, azok megmaradtak. Tehát az emberben megmaradt a szeretet utáni vágy, megmaradt a megbocsájtás utáni vágy. Az emberekben sajnos megmaradt a rosszra való hajlam is, és bizony ezekkel mind foglalkoznunk kell, mert én abban hiszek, hogy ha ezek a helyére kerülnek, és helyesen éljük meg, akkor az életünk is helyesebb mederbe terelődhet. Igen, én is úgy érzem, hogy mint minden korban, a mai korban is megvan ennek a helye és szükségessége. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, én köszönöm.